járságban 1718 társas vállalkozás végzett tevékenységet 2016-ban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a járság társas vállalkozásai realizálták az összes nettó árbevétel 60,4%-át, azaz 1330 milliárd forintot. A jársági nettó árbevétel listán az 5. és a 7. 9. helyeken történt változás. A Jász Plastic Autócentrum Kft. És a Carrier 2-2 helyjel előrébb lépett, a Faurícia és a Coopstar pedig 3, illetve 1 helyjel hátra. A Jász Plastic Autócentrum 30,7%-kal, a Rosenberg 27,5%-kal, a Trend Kft. Pedig 18,6%-kal növelte az árbevételét. Térségünk foglalkoztatás szempontjából is kiemelkedő számadatokat mutat. A megye 10 legnagyobb foglalkoztatójából 6 a járságban működik, ezen belül is a két legnagyobb az Electrolux és a Jász Plastic. A legnagyobb változás az, hogy a Samsung 462 fővel, azaz 21%-kal csökkentette, a Rosenberger pedig 204 fővel, azaz 11,5%-kal növelte az alkalmazottainak számát. Ezzel a jársági listán helyet is cseréltek. A 10. helyre, a Faurícia helyére a Trend Kft. Jött fel. Az előző évhez képest a sorrenden nincs további változás. Az export tekintetében a megyében első a Samsung, második az Electrolux, 6. a Jász Plastic, 7. a Carrier, 8. a Faurícia és 10. a Rosenberger. A jársági 10-es sorrendben annyi változás van, hogy a Faurícia és a Carrier helyet cserélt. A Rosenberger 27%-kal, a Carrier 16%-kal és a Samyang 8%-kal növelte exportját. A Samsung 23%-kal, a Faurícia 20%-kal és a Bandi 17%-kal jelentősen kevesebb exportot bonyolítottak le 2015-höz képest. A statisztikákat összevetve a jársági cégek közül jelentős fejlődést mutatott a Rosenberg és a Carrier, de kiemelkedő évet tudhat magáinak többek között a Jász Plastic Autócentrum Kft., a Trend, Samyang és a Szatmári Malom is. Az előző évhez viszonyítva több mutató tekintetében is jelentősebb visszaesés tapasztalható a Samsungnál és a Fauriciánál. Eredményeik az előző évhez képest romlottak. Csökkent az árbevétel, az export, a létszám és a hozzáadott érték is. Összefoglalóan megállapítható, hogy a megye gazdaságában továbbra is a jászságé, azon belül a jászberényi járásé a vezető szerep. 2016-ban az előző évekhez képest viszonylag kevés változás történt a sorrendekben, illetve a számadatok nagyságrendjében, ami a top 10 jászságban, illetve a megyei top 50-ben szereplő cégek stabilitását mutatja.